Üdvözlök mindenkit! Máté Patrik vagyok. Pest megyében, Vásztól 5 kilométerre Kosdon élek a családommal. Itt is méhészkedek. Tavaly kezdtem el ezt szép szakmát. Igazából egyelőre csak mellékállásként. Tavaly elvégeztem egy OK és méhész tanfolyamot is, hogy megtanuljam az alapjait ennek a szakmának. Sajnos nem igazán volt lehetőségem arra, hogy más méhésztől, gyakorlott méhésztől tanuljak. Időm se igazán lett volna erre, de szerencsére ez az OK és képzés belefért, ami azért azt gondolom, hogy hasznos volt. Nyilván még rengeteget kell nekem is tanulnom. Azóta, hál' Istennek, azért megismertem elég sok méhész kollégát, meg azért a régi oktatókkal is tartom a kapcsolatot. Próbálok szabad időmben szakirodalmat is olvasgatni ezzel kapcsolatban. Rengeteg videót is nézek. A jó pap holtig tanul. Ez erre a szakmára is fokozottan érvényes, úgy gondolom. Meg hát ebben a szakmában azért minden év más. Szükséges alkalmazkodni az időjáráshoz, betegségekhez, az atkához, varroatkához, fertőzöttség szintjéhez, mélegelőhöz. Eléggé összetett ez a dolog. Nem beszélve a mézpiacról. Nem igazán terveztem ilyen videóknak a készítését, de úgy gondolom azért, hogy hasznosak tudnak lenni mindenki számára, akár érdeklődés szintjén, aki nézne ilyen videókat, akár szakmabeliek számára is. Úgy gondolom, sokat lehet azért az ilyen videókból tanulni, abból, ahogy más méhész dolgozik a méhekkel. Hát kezdő méhészként elég sok hibát elkövetek én is, de szerintem ezekből is lehet tanulni. Hál' Istennek olyan nagy baklövést még nem sikerült elkövetnem, ami nagy galibát okozott volna. Mindig sikerült orvosolnom ezeket az elkövetett hibákat eddig. Remélhetőleg a jövőben is ez így marad. Hát jelen pillanatban 7 családom van. 3 családdal kezdtem el méhészkedni tavaly nyár végén, ősz elején. Velük sikerült áttelelnem. Ahogy látható, azért elég jól sikerült az eddigi serkentés. De amiket most vásároltam nemrég, 4 családot, azért ők is elég erősek, jó állapotban vannak. Egyelőre úgy terveztem ezeknek a videóknak a feltöltését a YouTube-ra, hogy komment szekciót azt lezárnám. Nem elsősorban az miatt, mert hogy nem érdekelne senkinek a hozzászólása, vagy véleménye, akár kritikája a munkámat illetően, hanem egyszerűen azért, mert sajnos egyelőre úgy gondolom, ez nem férne bele az időmbe, hogy én még ezek mellett végigolvasgassam az összes kommentet, reagáljak rájuk. Úgyhogy emiatt mindenkitől elnézést kérek így előre is. Úgy gondoltam, hogy amennyiben úgy látjátok, úgy gondoljátok, hogy lenne igény ilyen videókra, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornámra.
és akkor majd szépen töltögetek fel videókat a munkáról, illetve egyéb tudnivalókról. És majd talán idővel, hogyha több időm lesz erre, akkor majd megnyitom a komment szekciót is, és tudunk majd kommunikálni is egymással. Hát egyelőre így ennyit gondoltam. Még azt elmondom, hogy azért most a legutolsó baklövésem, csak hogy nehogy más is beleessem ebbe a hibába, bár lehet, hogy csak én voltam ilyen balga, hogy ezt a hibát elkövettem. Mint ahogy említettem, jól sikerült a serkentés, szépen felhoztam a családokat, gyakorlatilag már rajzás közeli állapotot idéztem elő. Ezért úgy gondoltam, hogy akkor itt az ideje, hogy felkerüljön a harmadik fiók is. Szépen leválasztottam anyaráccsal a két fészek fióktól, úgy, ahogy kell. És szépen beleraktam pár műlépes keretet, gondolván azt, hogy majd a méhek majd szépen fölvonulnak a harmadik fiókra, és kiépítik ezeket a műlépes kereteket, és akkor kezdődhet is tulajdonképpen a termelés lassacskán. Na hát ez nem így történt. A méhek nagyon nem akartak fölmenni a harmadik fiókra. Páran ott lézengtek a műlépes kereteken, építgettek is, de hát nagyon lagymatag módon. Közben a család az csak duzzadt az alsó két fészek fiókban. Nem értettem, hogy miért nem akarnak fölmenni. Aztán az egyik volt oktatómat segítségül hívtam, megkérdeztem, hogy mi lehet a probléma, hát ő felvilágosított, hogy hát ez nem így működik. Hát a családot ilyen helyzetben, mint ahogy nálam is ez most van, hogy igazából így kezdő méhészként nem rendelkezem annyi kiépített kerettel, amiket fölpakolhattam volna a harmadik fiókba, csak műlépes kereteim vannak. Ilyen esetben, hogyha építetni kell a méztérben is velük, akkor fel kell őket csalni mézes keretekkel. Úgyhogy most a mai feladatunk az az lesz, hál' Istennek most végre jó idő lett, az elmúlt két napban elég cudaridő vágott vissza, de most szép tavaszias időnk van, úgyhogy ma végre kaptár tudok bontani. És hát sajnos most végig kell néznem az összes keretet, lebölcsőzni, letörni az összes általuk húzott anyabölcsőt, mert már múlkor is volt, úgyhogy biztos vagyok, hogy itt az elmúlt két napban aztán megindult itt a rajbölcsők húzogatása. Szóval ezeket mind le kell tördelni, ki kell venni a fészekből, föl kell tenni a harmadik fiókra a mézes kereteket, megtűzdelni műlépes keretekkel, helyükbe a fiókba, a fészek fiókokba műlépes kereteket szintén, hogy tudjanak építeni, lefoglaljuk őket, és akkor remélhetőleg majd így megoldódik ez a rajzás mizéria, és lassacskán majd elkezdődhet a termelés is. Úgyhogy ez lesz a mai feladat. Remélhetőleg nem kerüli el a figyelmünket egy anyabölcsőse, és nem fog megrajzani egyik családom sem, mert azt most jelen pillanatban nem szeretném. Hát nagyjából így ennyi lenne, így első körben. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ahogy említettem, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, vagy úgy gondoljátok, hogy lenne erre igény, hogy csináljak ilyen videókat, és akkor majd, ahogy az időm engedi, vagy az időjárás engedi, úgy szépen töltögetek majd fel videókat. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, szép napot kívánok mindenkinek, jó munkát, jó pihenést, sziasztok!